emberre térettünk a menny királya. És amikor itt volt ezen a földön, megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Meghalt érettünk, hogy nekünk életünk legyen. Megváltott bennünket, hogy mi örökre vele, atyánk is veled legyünk. Magasztalunk ezért tégedet, hogy mi a te megváltott gyermekeid lehetünk itt ezen az estén, a te lábaidnál, a te jelenlétedben. Köszönjük neked, Uram, hogy nem csak mi vagyunk itt, de a legfontosabb, hogy te is itt vagy, mert megígérted, Uram, hogy itt vagy, ott leszel a tiéd között, ha az Úr Jézus nevében összegyűlnek. Dicsőítünk és magasztalunk tégedet, földi szemeinkkel, Uram, nem látunk tégedet, de a mi lelkünkkel, a mi lelki szemeinkkel láthatóvá és érinthetővé teszed magadat. Köszönjük a mi vendégtestvérünket is, akit elküldtél, hogy közölje a te drága szavadat, az üzenetet számunkkal, velünk, a gyülekezettel. Áld meg őt, kent fel őt, és nekünk pedig adj nyitott szívet, hogy befogadjuk a te ígédet. És most pedig szeretnénk továbbra még a te lábaidnál lenni, a te jelenlétedben, dicsérni téged és magasztalni. Érezz jól, Uram, közöttünk magadat, és attól, hogy mi is jól érezzük magunkat a te közelségedben. Köszönjük, hogy így jöhetünk, atyánk, te hozzád most, ami drága megváltóknak, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Mondjuk együtt, hogy ámen. Ámen.